Bicskén egy fiatal nőnek a fenekére csaptak a nyílt utcán fényes nappal, és ezúttal kicsit más lett a folytatása a történetnek, mint ami napi szinten több ezer nővel megtörténik, mert a nő feljelentést tett, és a rendőrség példaértékűen el is járt. Spronz Júliával, a Patent Egyesület jogászával beszélgetünk ma reggel, a reggeli személyben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy normális, boldog országban ennek a történetnek én úgy gondolom, hogy abszolút nem lenne hírértéke. Valaki bántalmazott valakit az utcán, ez a valaki feljelentést tett, a rendőrség elvégezte a dolgát, és mégis Magyarországon az egész online sajtót országos szinten bejárta a hír, hogy valaki feljelentést tett, miután bántalmazták. Miért lehet az, hogy Magyarországon ez még mindig ekkora hír? Pontosan azért hír, mert hogy nem ez a jellemző, nem ez az általános tapasztalat, és ahogy a bevezetőben szó is volt róla, valóban mind a két oldalnak a reakciója eltér a megszokottól, hiszen nem jellemző, hogy nők, fiatal nők rögtön feljelentést tennének egy valóban hétköznapi női tapasztalás, úgyis, mint fenékre csapás kapcsán. Másrészt azonban felettébb meglepő a rendőrségnek a reakciója is, aki emiatt a helyszínre kiszállt, a jegyzőkönyvet felvette, nem próbálta lebeszélni az illetőt a feljelentésről, nem próbálta bagatelizálni a cselekményt. Azért nagyon szembeütköző egyébként ez az eset, mert hogy nekünk pont két héttel ezelőtt szóról szóra ugyanilyen ügyünk volt itt a jogsegélybe, ami becsatornázódott itt Budapesten egyébként, és hát a szokásos forgatókönyv szerint pillanatokon belül a rendőrök elkezdték a fiatal lányt hibáztatni, illetve meggyőzni arról, hogy valójában ez nem is egy bűncselekmény, félreértelmezte, amúgy is túl rövid a szoknyájuk, szóval az, amihez így hozzá vagyunk szokva, az itt két héttel ezelőtt megtörtént, és hát nyilvánvalóan ez a bicskei ügy, ez azért üt ekkorát, mert hogy nem ez szokott történni, hát ez egy kirívó eljárás, aminek persze nyilván nagyon örülünk, de azért még mindig az általános tapasztalat, hogy valahogy ezek az ügyek nem így kerülnek kezelésre a rendszerben. Az biztos, hogy nagyon-nagyon kevés sértetnek és áldozatnak jut eszébe egyáltalán az, hogy egy ilyen helyzetben rendőrt hívjon. De hát ugye a rendőrség reakciója is hát egyelőre meglepő, de mit gondol, hogy ez már annak a hatását lehet ebben a történetben tetten érni, hogy a rendőrség állományának egy ideje tart az érzékenyítése, és például magam is egyébként civil szervezet vezetőjeként tapasztalom azt, hogy egyre többször érkeznek olyan hírek, történetek ügyfelek részéről, hogy a rendőrség helyesen teszi a dolgát, tehát hogy a sértettet nem az elkövető jelenlétében hallgatják ki, mondjuk egy párkapcsolati erőszak esetében, hogy becsatornázzák a sértettet az OKIT-hoz, az áldozatsegítő központhoz, készült, aláírt a kormány egy megállapodást az ORFK-val, hogy az ilyen esetekben tereljék a sértettet az áldozatsegítő központ, illetve az állami segítségnyújtás felé, hogy x-elje be azt a rubrikát, hogy keresheti őt az állami segítségnyújtást. Tehát lehetséges, hogy már ennek látjuk a jeleit, vagy ez igazából még inkább ön szerint a vakszerencse volt, ez a mostani eset? A mi jogsegélyünk az egyáltalán nem tapasztal egy ilyen általános tendenciát, sőt, meglehetősen lesújtó az a kép, amit a különböző csatornáinkon az ország minden részéről befolyik hozzánk. Én ezt inkább egy ilyen tényleg extrém kirívó esetnek könyveltem el, és hát ez az igazság, hogy így tényleg ilyen hosszú távra visszatekintve, ugye mi is a Patenttel most már immáron 15 éve, hát így folyamatosan követjük
a nők elleni erőszakkal kapcsolatos helyzetnek az alakulását, és úgy látjuk, hogy azért évek kellenek ahhoz, hogy egy attitűdváltozás az tapasztalható legyen az áldozatok részéről. Tehát például, amikor a megelőző távoltartásról szóló törvényt bevezették, akkor a nőszervezetek bevonásával a teljes rendőri állomány kapott egy nagyon jó kis képzést, olyat, amilyet kell, holisztikusat, emberi jogi alaput, és rendszeresen visszatérő, tehát nem egy alkalmasat, és akkor több év múlva láttuk, tehát tényleg így hosszas átfutási ideje volt, mire azt tapasztaltuk, hogy valóban kezd valami változás így a mindennapi, a hétköznapi ügyekben is érzékelődni, és aztán egyébként, ahogy beszűntek ezek a képzések, akkor szintén pár évre tellett, mire ennek a hatását szintén kézzel lehetett tapintani. Tehát az, hogy nem tudom, ugye, amit mindenki ismer, a szokásos rendőri szlogán, hogy amíg vér nem folyik, addig nem megyünk ki a helyszínre, az egy pár évre úgy 2011-12-13 körül eltűnt, majd az elmúlt 5 évben visszatért, és mi azóta is tapasztaljuk, és az az igazság, én azt gondolom, hogy rendkívül sok ügyre van rálátásunk, mert tényleg így folyamatosan jönnek a megkeresések hozzánk, de ennek alapján mi egyáltalán nem tapasztaljuk azt, hogy ilyen nagy szemléletváltás történt volna az elmúlt időszak képzései hatására. Ez érdekes, akkor erről majd még egyszer egyeztethetnénk külön is, de visszatérve arra, hogy az áldozatok, hát igen, tehát hogy eleve ugye nehéz kérdés az áldozatok magatartását egyáltalán feszegetni, de hát itt azért vannak okokozati összefüggések, hogy miért volt például a Tekla Kereszt nevű feljelentőnek ebben az esetben egy különleges tudásra, attitűdre szüksége ahhoz, hogy így járjon el. Tehát, hogy eleve az, hogy tudta azt, hogy ami történt, az nem csak azért nincs rendben, mert őt bosszantja, és neki nem tetszik, hanem ez olyasmi, amiért feljelentést lehet tenni. És hogy nem tartott attól, hogy erre mondjuk a rendőrség kiröhögi, elküldi a csodába. Tehát, hogy mi mindenre volt szüksége Teklának ahhoz, ami egyébként, és mi az ebből, ami az átlag sértett nek mondjuk nincs meg, nem tudom, mennyire érthető így a kérdés. Szerintem úgy nagyjából sikerült megértenem a kérdést, de mielőtt válaszolnék rá, azért szeretném azt is előre bocsájtani, hogy valójában az idézőjeles átlag sértett is lényegesen jogtudatosabb, sokkal agilisabb, jóval merészebb annál, mint ami szokás gondolni róluk. Hát inkább az a jellemző, hogy a sértettek sokkal nagyobb hányada kér segítséget, például a rendőrségtől, de más hatóságoktól is. Átlagosan hányszor is? Hogy hangozzon el a szám, mert az eléggé sokkoló, hogy átlagosan hányszor kér egyébként mondjuk egy párkapcsolati erőszak áldozata segítséget? Mire kap? Rendelkezésünkre álló statisztika szerint átlagosan 35 alkalommal. És ez alatt hányszor bántalmazzák egyébként? Átlagosan hány verést szenved el például egy párkapcsolati erőszak áldozata, mire a rendőrség, a hatóság látókerébe kerül és segíteni? Hát a testi erőszakról beszélünk 7 átlagban. Hát, hogy azért ez egy nagyon magas szám, és közben azt is jelzi, hogy az áldozatok igenis kérnek segítséget. Hát mi azért elég elhibázottnak gondoljuk azokat a kampányokat, amik a sérteteket, az áldozatokat célozzák meg, mert úgy gondoljuk, hogy az ő részükről megvan ez a kezdeményező készség, nyilván ez egy általánosítás, de alapvetően nem ott van a hiba, hanem hogy azok, akik a hatósághoz fordulnak, nem azt a segítséget, nem azt a támogatást kapják, amire nekik szükségük van, sőt sok esetben áldozathibáztatásba ütköznek bele.
És én azt gondolom, illetve hát a patentben ez egy általános vélekedés, hogy inkább azt az oldalt kéne egy picit javítgatni, fejleszteni. Minket szoktak kérdezni, és évek óta visszatérően, hogy látunk-e változást az elmúlt évek, akár ahogy erről beszéltünk, hogy bevezetésre kerültek képzések, de hát voltak jogi jogszabályi változások is, mondjuk az elmúlt egy évtizedben, hogy látszik-e, hogy javul a helyzet, és mi mindig elég konzekvensen azt szoktuk erre reagálni, hogy a szolgáltató oldalról kevésbé, mint ahogy most is jeleztem, ugyanakkor az egyértelműen tetten érhető, hogy az áldozatok, illetve potenciális áldozatok sokkal-sokkal tudatosabbak, mint korábban. És ez nyilván nagyon sok okra visszavezethető, például szerintem az internet terjedése az borzasztó sokat segített abban, hogy információhoz jussanak a nők. Ugye sok kampány volt szemléletformálás, egyre több a civil szerveződés például, akik sok helyre elérnek, és tudják az embereknek a nézőpontját formálni. Ugye ha csak a mi szervezetünkről beszélek, sokat járunk iskolákba, legalábbis eddig sokat jártunk iskolákba a korábbiakban, ahol nagyon sok fiatalhoz eljutottunk, és tudtuk ezeket így mind összesen, és ezek a hatások felerősödtek annyira, hogy most már tényleg a fiatal lányok, nők jóval tudatosabbak, tisztában vannak azzal, hogy az erőszak, ugye, hogyha csak a szlogenekre gondolunk, az erőszak nem magánügy, ahogy Tekla is mondta, a nők elleni erőszak bűncselekmény. Hát, hogy ezeknek azért megvan a hatása, és így beivódnak. És nyilván egyébként sokkal könnyebb a dolga annak, akit egy egyszeri közterületi zaklatás ér, egy ilyen fizikai erőszak, mint annak, aki benne él egy bántalmazó kapcsolatban. Ne adj Isten, még gyereke is van a bántalmazóval közösen, mert hogy sokkal több az ellenható erő, de én egyáltalán nem becsülném le Teklának a bátorságát, a tudását, az erejét, hogy ezt meg tudta csinálni. Egyébként talán butaság így próbálni számosítani, de nagyságrendileg vajon mekkorát dobhat egy-egy Tekla, akár csak azon, hogy a sorstársak, a hozzá hasonló helyzetbe kerülő sértettek, és most direkt hangsúlyozom, hogy nem a párkapcsolati erőszak áldozataira gondolok, mert azért ők egy állandó élethelyzetben szenvedik el az erőszakot, és ez összehasonlíthatatlan, ugye, mint ahogyan is mondta azzal, hogy valakit egyszer az utcán, persze mondjuk egy kis településen azért ez szintén más, mint egy nagyvárosban, ahol ugye az emberek újra találkozásának esélye is teljesen más, de hogy mekkora hatással lehet egy-egy Tekla a hozzá hasonló, vagy az ő, vagy hát a nekünk, nőknek mennyit jelent egy-egy Tekla, hogy legközelebb, hogyha velünk történik hasonló, akkor merjük mondjuk hívni a rendőrséget. Hát az egész biztos, hogy számszerűsíteni én nem vállalkoznék, mint ahogy abban is egészen bizonyos vagyok, hogy nagy hatása van egy-egy ilyen precedens ügynek. Mit ad pontosan? Minden ügy, ami belekerül így a sajtó nyilvánosságába, amiről tudni lehet, az hatással van a sorstársakra. Tehát egyrészt az úgy önmagában, hogy vannak pozitív példák, az erőt ad, mint ahogy tudjuk a felmérésünkből, kutatásainkból, hogy nagyon sokan azért nem fordulnak a rendőrséghez, amikor párkapcsolati erőszak vagy bármilyen nők elleni erőszak fajta éri őket, mert hogy idézőjelben lehet tudni, hogy majd őket fogják hibáztatni. Ez egyébként különösen jellemző a szexuális erőszakot elszenvedett nőkre, hogy nincs meg a bizalom a rendőrség felé például. És nyilván minden egyes ellenpélda az azt mutatja, hogy de mégis vannak példák, amikor azért másképp mennek a dolgok, amikor példamutatóan jár el a rendőrség is. Tehát mind a
Mindenképpen ez hat az emberekre, tehát egyrészt így érzelmileg ez erőt tud adni, hogy de azért simán lehet, hogy jól fognak reagálni a rendőrségen az én segítségkérésemre. Másrészt meg tudásban is, mert ahogy beszélgetésünk elején éppen emlegettem, hogy pont van két héttel ezelőtt egy szóról-szóra ilyen eset futott be itt a jogsegélyen hozzánk, és ott a sértettnek például fogalma nem volt róla, hogy ez valóban bűncselekmény, és ha bűncselekmény, akkor melyik az, tehát mi a tényállás. Most ugye ez a beszámoló, amit Tekla feltett az internetre, én úgy hallottam, hogy most már több tízezer nézésnél vagy kattintásnál járt, tehát nagyon sok emberhez eljutott, és már a csapból is az folyik, hogy az utcai fenékre csapás a szemérem sértésnek minősül. Mi egyébként a jogsegélyen pontosan ugyanezt mondtuk amúgy hozzánk fordulóknak, hogy jelezzék, segítsék már ki a rendőröket, hogy ezt hívják úgy, hogy szemérem sértés. Tehát, hogy ilyen kézzelfogható tudást, információt is adott az ügy. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen eset, ami gyakorlatilag a nyilvánosság előtt zajlik, az mindenképpen segít ahhoz, hogy átlátható legyen az eljárás. Nagyon hiányzik ezekben az ügyekben a protokoll, egyébként mind a két oldalon, sem a sértettek nem tudják, hogy mire számítsanak, sem pedig a rendőrök nincsenek arra kiképezve, hogy milyen lépés után mi jön. Ez egy súlyos hiányosság, de azért így például, hogy látjuk Tekla ügyét magunk előtt zajlani, azért sokkal jobb érzés, hogy lehet tudni, hogy jó, akkor feljelentés, akkor utána most már így, ahogy olvastam, következik a szembesítés, ne egy Isten, mondjuk ugye lenne lehetőség a szembesítés elkerülésére is, de hát azért ne legyünk maximalisták, mert ez is, ami eddig történt, ez nagyon szép. És hát nekem legalábbis úgy tűnik, hogy mintha kisebb lenne a társadalomban az ellenállás, illetve a bagatelizálásra való hajlam, mint például nem is olyan régen a kenderesi ügy kapcsán. Amikor még nagyon-nagyon-nagyon nehézkesen ment az, hogy elmagyarázni azt, hogy nem oké, akár egy táncosnőnek, egy pincérnőnek, senkinek nem lehet a fenekére csapni. És mintha ez most egy könnyebben ment volna el, vagy amennyire én legalábbis néztem a kommenteket, kevésbé láttam ezt a fajta bagatelizáló, ugyan már most tényleg ezen fennakadni, meg ez csak egy bók. Típusú kommenteket. Igen. Tehát beszélhetünk arról, hogy egy általános érzékenyedése folyik a társadalomnak? Én nem mondanám, hogy érzékenyítése, talán inkább úgy fogalmaznék, hogy érzékenyedése. Hát valahogy így az ige alak az más. De azért mondtam az, hogy érzékenyedése, tehát nem az egy dolog, hogy végezzük az érzékenyítő munkát, újságírók, emberi jogi szervezetek, civil jogvédők, női jogvédők, de hogy az érzékenyedés, tehát hogy ez mindezekre való reakció. Az szerintem nem is kérdés. Ez így szerintem így minden egyes ügynél lényegében számszerűen lekövethető, ahogy, és azért ne felejtsük el, hogy egyre több nőket érő erőszakeset kerül napvilágra. Hogy csökken a látencia, akkor ezt is mondhatjuk végül is. Igen, mondhatjuk, hogy több ügy kerül a felszínre, és mind, ahogy így telik múlik az idő, én is úgy tapasztalom, illetve a patentnél a munkatársaim is jelzik, hogy valahogy a közeg, amibe bekerül egy-egy ügy, sokkal toleránsabb. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon is van hatása a sok munkának, a sok beszédnek róla, ezek az elhíresült ügyek, illetve hát idézőjelben elhíresült áldozatok. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tettek ezért, hogy vállalták arccal, és eltolták az egész társadalmi diskurzust abba az irányba, hogy nem az áldozatnak kell szégyelnie magát, ez nem az ő bűne. Azok a nők, akik áldozatként, nők elleni erőszak áldozatként az arcukkal vittek egy-egy ügyet, azért nagyon formálták a közvéleményt. Szintén, ahogy egyre több aktivista
beszállt erre a területre, és elkezdték mondani, hogy de nem áldozathibáztatunk, nem kezdjük el kicsinyíteni ezeket az eseteket, igenis ezek bűncselekmények, hát természetes, hogy ennek érzékelhető hatása van, és ezt mondjuk speciál mi is látjuk, mi is érzékeljük. Ráadásul friss hír, hogy Renner Erik a kártérítési igényét jóvá hagyta a bíróság, tehát Bene Krisztiánnak fizetnie kell. Vajon egyébként, tehát Renner Erik a szerepe a honi áldozatvédelemben, illetve úgy alapvetően a közgondolkodásban az azt hiszem vitathatatlan, hiszen olyan fogalmakat és olyan témákat tett országosan a közbeszéd részévé, vagy hát nagyon-nagyon nagy részt járult hozzá ahhoz, hogy ez így legyen, amiknek hát azt hiszem nem kell meggyőzni egymást a fontosságáról. De az ilyen típusú bűncselekményekben, tehát amikor volt partner bántalmaz, vajon vannak olyan változások, amikről úgy számolhatunk be, mint pozitív? Hogy könnyebben igazodik el az áldozat a rendszerben, hogy mondjuk kisebb mértékű rendszerabúzus, abúzust kell elszenvednie. Tehát ilyen szinten is van változás, vagy ez egyelőre inkább a közbeszéd szintjén érzékelhető? Hát ez nagyon nehéz erről általánosságban beszélni, és ahogy korábban jeleztem is, mi még itt a jogsegélyen annyira nem tapasztalunk a rendszerváltozást. Hát egy-egy ilyen kivételes esetet, amikor tényleg jól járt el a rendőr, úgy reagált a bíróság, ahogy kellett volna, ilyenek vannak. Rendszer szinten nem, társadalmi szinten igen, ez egyértelmű, mint ahogy az áldozatoknak így a tudatossága, a jogtudatossága az tapinthatóan egyre magasabb, de valóban én azt gondolom, hogy nyilván Renner Erika ügye csak ugyanúgy, mint Orosz Bernadett, akik névvel, arccal kiálltak a nyilvánosság elé, nagyon sokat formáltak a hozzáálláson, és én azt gondolom, hogy egyébként a jogalkalmazási gyakorlaton is. A Patent Egyesület egyébként éppen egy olyan kutatást végez, amiben azt vizsgáljuk, hogy a párkapcsolati erőszak áldozatai, az őket érő bűncselekményt követően mennyire agilisan kérnek kártérítést, illetve mi a gyakorlata ezeknek a kártérítési ügyeknek, tehát pont amiről az Erika esete szól, és nyilván nem árulok el nagy zsákba macskát, de így lasszóval kell fognunk az ügyeket. Hát nem nagyon terjedt el Magyarországon láthatóan, de meggyőződésem szerint most, hogy ugye Erika esete elhíresült, sokat hallani róla, egyáltalán megtudják az áldozatok, hogy van arra lehetőség, hogy kártérítési pert lehessen indítani. És ahogy látjuk, azért arra is van jogi lehetőség, hogy tisztességes összeget megítéljen a bíróság. Mert ezek mind-mind hatnak úgy az áldozatokra, illetve jövőbeni áldozatokra, mint a jövőbeni elkövetőkre is. És hát a Patentnek volt sokáig, nem tudom egyébként most milyen helyzet a bíróság figyelő programmal. Így van. Hogy ez még akkor folyik továbbra is? Hát a bíróságfigyelő programot erősen megakasztotta a COVID, és per pillanat ennek inkább ilyen fizikai akadálya van, mert most már ugye éppen a vírusjárvány miatt nem engedik be a megfigyelőinket a bíróságokra. Hát azért bízunk benne, hogy ennek is vége szakad, és akkor vissza tudunk térni a tárgyalótermekbe. Igen, hát az igen hasznos lenne, de addig, amíg egyébként még lehetőség volt a program folytatására, tehát amíg ugye nem voltunk bezárva, addig voltak kiugró tendenciák, vagy nem igazán volt változás a status quo-ban? Hát a hivatalos összesítése a bíróság figyelésnek az 5 évvel ezelőtti. Tehát azóta random megfigyeléseink voltak, ilyen nagyon szisztematikusan összegzett nem. 2016-ban rendkívül lesújtó volt az a kép, amit a sok-sok bíróság figyelő eset alapján tudtunk
tapasztalatként összegezni. Én most tényleg csak mezei ilyen eseti jogalkalmazóként nem gondolom, hogy nagy változások történtek volna azóta, de erre nem tudok megalapozottan válaszolni, mert mondom, így nem volt szisztematikusan feldolgozva azóta az összes tapasztalat, ami befutott. Köszönjük szépen Spronz Júliának, a patent vezető jogászának, hogy velünk volt és válaszolt a kérdéseinkre. Viszont hallásra, szép napot kívánok! Köszönöm én is, minden jót!